Esetleg azt jelenti, hogy az idő eltolódás picit megsinli a szervezetet. Esetleg beselhetünk róla. Jó, előd egyébként te nem csak egy kiváló zenész vagy, hanem a mikrofonnak is kiváló mestere, nem csak éneklésre használod, nem csak énekléssel élsz vissza a mikrofonnal, megint turkálsz az orrodban, én ezt már láttam egyik tévéműsorban, hanem egy kiváló riporter is vagy. Ezért én most fogom a mikrofont, átadom a kezedbe, és megcsinálhatod életed Pulitzer-díjas riportját velem. Hogy hívnak? Gábor. Milyen Gábor? Na ne, most MC-t kaptam egy MC nevet. MC Gábor. MC Gábor, mesél csak, tulajdonképpen mit is csinálunk, mit? Mi most egy riportot csinálunk, csak egy fordított riportot, és nagyon élvezem, hogy a riport alany szerepét játszhatom itt melletted. Akkor mit akarok kérdezni tőled? Nem tudom, de én egy nagyon hálás riport alany vagyok, mert bármilyen hülyeséget kérdezel, én legalább 2-3 mondatban, vagy legalább 2-3 mondatrészes mondat, részmondatos mondat. Most figyelj, van rá 10 másodpercet, hogy bebizonyíts, hogy jó fej vagy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sajnos nem sikerült. Ó, jaj. Ezek szerint lehet, hogy most nagyon sokan röhögnek a tévé előtt. Nem, most jól visszaadtam, pedig veled sosem szúrtam ki. Jó, ez igaz. Nyilvánosan bocsánatot kérek a Bocskor Gábortól, mert hülyét csináltam belőle a televízió nyilvánossága előtt. Az az igazság, hogy nem akartam, de hát nem tehetek róla. Úgyhogy a Bocskor Gábor összes problémáját visszaszívom, és ne haragudjam. És ez csak azért teszi, mert tudja, hogy beperelem. Mostanában nagyon-nagyon sok embert bepereltem, megnyertem, ezen kerestem rengeteg pénzt, és nem tudom téged mennyire... Onnan van a pólód? Ez a póló? Ezt kaptam. Ne, onnan van, a perből. Ja nem, ezt kaptam, ez az én kis szponzorom. Ja, értem. De persze, neked? Ez valami ószermárka? Igen, sárga. Sárga, és az banánízű. Kedves előd, én befejezném ezt a fordított riportot. Egyet szeretnék még tőled kérdezni. Hadd már a kamerát békén. Egyet szeretnék még tőled kérdezni. Az FLM együttessel kapcsolatban nemrég a fodrásznál, a közös fodrászunknál találkoztam. Figyelj, most nem, így nem fogod érteni a kérdést. Nemrég a közös fodrászunknál találkoztunk, és ott a kezembe nyomtál egy hanghordozót, ami kivételesen nem egy CD volt, és nem egy kazetta, hanem egy régi módi lemez. Miért lemez? Azért, mert a diszkosokat nagyon csiporázzuk, és egyszer megígértem nekik, hogy addig, amíg a bakelit lemezt valamennyire lehet csinálni, addig csináljuk, úgyhogy csináltunk egy bakelitet direkt a diszkosok kedvéért. És ezt hol gyártják? Hollandiában. Hollandiában még gyártanak régi bakelit lemezeket, azt hittem, hogy valahol cseh országban, mert nem lehet. Csehszlovákiában. Ja, földrajz ismereteinket, komoly problémák. Köszönjük szépen, császár előd az FLM-ből, fáradj a színpadra. Szia előd. Hello. Borzalmas veled beszélgetni. Jaj, na. Viszont egy telefonos nyertes. Halló. Halló. Szia, ki vagy? Rita vagyok, Passó.